Nagyon sok szeretettel köszöntelem veleteket Hongkongból, Leslie Kings, de Lacinak is szólíthattok. Hát most már itt vagyok, itt Kínában, hát azt hiszem, hogy 30 évet mondhatok magamévá, és nagyon örülök, hogy az Úr adta a szívembe, hogy most, hát hogy is mondjam, hát magyar vagyok. És nagyon sok baráttal, zenésszel, művésszel van alkalmam beszélgetni, és Isten gyermekeivel, egyszerű kövekkel is. Ma egy nagyon csodálatos podcastra hívlak meg benneteket, mert három podcast anyagot próbálunk összevetni egybe. Mert ha én ezt megnyitom ennek a csodálatos embernek a száját, szívét, hát ömlik Isten tanúvallomása, hogy ezt hogyan fogjuk beletenni egy órába, kis zenével. Legyetek készen, mert nagyon érdekes dolgot lehet majd hallgatni. Hogy ki ő? Hát, ő nélküle nem lenne ez a podcast, és nem is lennék valószínű itt. Ő az a fiú, aki Ferivel, Oszthammer Ferivel, akivel szintén csináltam egy riportot egy pár héttel ezelőtt, ővel együtt hallhattam Isten szeretetéről, Jézus szeretetéről. És utána együtt voltunk egy kis illegális csoportban. Igen, így föld alatti titkos volt, ahol Isten igéjét hallhattam, és megtérhettem. Nagyon szépen köszönöm az Úrnak az ő életét, és fogadjátok nagyon nagy szeretettel Szakály Sándort. Csodálatos, láthatlak. Ennyi év után, Istenem, úgy örülök tényleg. Hát egyre fiatalabb leszel, de egy biztos, hogy közelebb Istenhez. Minden nap, minden másodpercben. Hát nem is tudom, hány évvel ezelőtt vittem én a kínaiakat el oda hozzád? 2011-12 magassága lehetett, így rémlik nekem. Wow, hát ez nagyon szép. Akkor az már úgy... Legalább 10-11 éve. Nagyon klassz. Nagyon mély benyomást tettetek akkor. Nagyon örülök. A csapat, ahogy jöttetek. Különleges volt, és hoztátok azt a szabadságot, azt nagyon élveztem. Hát, Sanyikám, megmondom őszintén, nagyon, de nagyon örülök, hogy ma erre az Úr adott egy időt. Nagyon hosszú idő óta vártam erre a pillanatra, hogy tudjunk beszélgetni, illetve megpróbálok minden megtenni, hogy befogjam a számot, és hát aztán nem lesz gond arra a sok-sok szívbéli tanúvallomásra, ami benned van, és hogy meglátjuk, hogy adja az Úr. Először annyit kérnék tőled, csak teljesen mindentől függetlenül, mondjál bármit először, ami először a szívedben van, tudod, ami úgy kikívánkozik már belőled, azt mondjad először. Ami így rögtön a szívemben van, hogy arról beszéljek, hogy az Úr milyen csodálatos, és hogy ő közeledik, és ő közeledett hozzám is. És az Isten keres meg bennünket, nem mi vagyunk, akik keressük az Urat, és én is egy teljesen világi fiú voltam, és semmi más nem érdekel, csak a nők, test. Az érdekelt engem. És akkor én a televízióban dolgoztam,
fiatalon, 26 évesen, 70-79 környékén kerültem oda, és hát bizony ott nagyon sok csinos lány volt, és hát én ilyen fészekre, egyik fészekből jártam a másikba, és volt egy nagyon, nagyon kedves kolléginám, és ő tényleg csak egy ilyen szívbéli nő, de barátom volt, és hogy Istennek milyen eszközei vannak, hogy hogyan keres meg bennünket. Mert ezt még szeretném elmondani, hogy engem nem lehetett volna oda vinni az Úrhoz. Én nagyon, nagyon ellenálltam, és volt egy fiatal papnövendék, a vonaton megszólított, és hát majdnem visszarángattam. De az Isten csodájáról szeretnék beszélni, és ez van igazán az én szívemben, hogy Istennek megvannak az eszköze, Jézus Krisztusnak megvan az eszköze. És ez a lány, aki nekem barátom volt, nagyon divatos volt abban az időben, ilyen nyakba, kancsó, szív, meg ilyen kis ezüst bizsuk. És rám néz egy beszélgetésbe, emlékszem, hogy ott benne a tévébe beszélgettünk, az ő szobájukba. Azt mondja, hogy mit adjak neked? Mi kell ebből neked? Ránéztem, és képzeld el, hogy egy gyönyörű, ilyen pici kereszt is benne volt ebbe a csomagba. Nézem, mondom, tudod mit? Add nekem oda azt a keresztet. Ne viccelj, hát ez igazi aranykereszt. De nekem az kell, add oda. Tényleg akarod? Mondom, igen. És odadta. És képzeld el, hát egy másik lányjal, mert azért ez volt a menetelem egyiktől a másikig. Elmondtam, hogy mi történt, hogy van egy gyönyörű kis aranykeresztem. Azt mondja, tudod mit? Én meg adok neked egy aranyakláncot. Csupa arany volt. Aranykereszt, aranyaklánc. És arra gondoltam, hogy mentem a folyosón, 26 évesen, és kihúztam magam, kigomboltam az ingemet, és feltettem a nyakamba. Hát ők Dávid csillagot hordanak, én meg keresztet. De gyakorlatilag semmit nem jelentett számomra. És az történt, hogy az Úr felhasználta az én testemet, a vágyaimat, az érzéseimet. Egy nagyon-nagyon szép lány, na, sok nagyon szép lány volt. De felfigyeltem ott egy lányra, egy rendezőre, annyira megfogott, nagyon szép volt, és képzeljétek, a haja ilyen csava, mint a rugó olyan volt, akkor ment, így rugózott a haja. És arra gondoltam, de jó lenne közelre megismerni ezt a lányt. És nem sok időre rá, a négyes stúdióban, egy zenei felvételben, a szórakoztató egy zenei főosztályon dolgoztam, és bementem a négyes stúdióba, kinyitottam, hát aki már járt, az én vastag, jó, vaskos ajtó, meg kellett nyomni, kinyitottam, és ott állt ez a lány. Ez egy rendező lány volt, a Zsuzsi ott állt, és azt mondtam, hogy na, most fogok oda menni, és megismerkedek vele. És képzeljétek, oda léptem elé, és képzeld el te is, Laci, hogy az történt, hogy én úgy pattantam le erről a lányra, mint egy betonfalnak mentem volna. Meg is hölkeltem, ki ez a lány? Mi? Hát egy férfi közeledik egy nőhöz, annak vannak hullámok, amik visszajönnek. De erről sem lepattantam róla. És ugye kicsit, hogy mondjam, ilyen mélán álltam egy pillanatra, és az történt, hogy megláttam, hogy a pulóverémből egy pici kereszt, hasonló az enyémhez, itt a gomb mellett megláttam. Hú, felcsillant a szemem, látom, hogy a te nyakadba kereszt van. Nagy büszkén kivettem, látod az enyémbe is, te hiszel? Mert én nem. Így kezdődött a hívő életem, és akkor azt mondta, hogy hát majd találkozunk. Persze, hát azt mondja, majd az Úr akarja. Hát mondom, hogy ne akarná? Igazából teljesen más gondolataim voltak, nem Isten. De aztán az Úr úgy rendezte, hogy találkoztunk. Ez volt 79, mielőtt bevonultam katonának, és a parlament előtt
Nagyon. Az Úr megérintett. Azt mindig tudtam, hogy én nem azért születtem meg erre a világra, hogy élek, meghalok, és utána semmi. És kimentünk a parlamentre, és az Úr elém hozta gondolataimban, hogy gyerekkoromban ő engem megszólított. Egész kicsi srác voltam, és esténként imádkoztunk a nagynénémmel, és akkor imádkozni kellett az esti imád, és egy ilyen rövid mondóka volt, én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz reám. Amen. Ennyi volt az ima. És odajött az Úr, és úgy éreztem, hogy meg is ölelt, vagy megcsókolt. És ezt akkor így elfelejtettem. Ahogy felnőttem, elfelejtettem, éltem az életemet nélküle. És minden teljesen habzsoltam az életet. És ott, amikor ott a parlamenten leültünk egy padra, már nem is úgy néz ki a parlament, teljesen más átépítették, azóta óriási változások voltak. És azt mondta, hogy add át az életedet Jézus Krisztusnak. És akkor azt mondtam, hogy igen. És Uramnak szólítottam, igen, én átadom az életemet az Úrnak. És akkor elmondtam egy imát, és éreztem, hogy Isten megérintett az Úr engem. És még beszélgettünk egy pár szót, és ő ment, mert munkája is volt. És én mikor este hazamentem, az öcsémnek mondom, te képzeld el, én megtértem. Rám néz, nem vagy normális. Téged el kéne vinni a Hárshegyre. Hát te megőrültél. Nem ihatsz, nem dohányozhatsz, nem nőzhetsz. Bátyám, meghaltál. Pontosan jó diagnózist mondott. És engem az annyira nagyon-nagyon-nagyon közeli testvérek voltunk, és nagyon-nagyon szerettük egymást, összetartottunk, és képzeld el, hogy visszarántott. Ez megvolt ez az átélés, de ez engem visszahúzott akkor. Elmentem katonának. Hallottátok, amit Sanyi mondott a megtéréséről, és azzal a kis kereszt sztorival? Most szeretnélek megkérni benneteket, hogy gondolkozzatok egy pillanatra, játsszak egy kis akkordot, egy kis zenét, amit úgy érzek, hogy spontánan játsszak most, és ha valamit az Úr visszaemlékeztet benned, lehet, hogy egy kis kereszt, most jelképesen mondom, valami nagyon kis dolog mutatta egyszer, kétszer, többször a jelét annak, hogy valaki keres téged, és ahogy mondta Sanyi, nem te keresed, hanem ő keres minket. Válaszoltál? Emlékszel rá? Reagáltál arra pillanatra? Hála Istennek erre vissza tudunk emlékezni, mert Isten szelleme az csodálatos. Hallgass az Úrra most. Lehet, hogy nem hiszel Istenbe ma még. De teljesen mindegy, mert ő ismer téged kezdettől fogva, még úgy is, hogy mielőtt megszülettél volna. Nagyon érdekesek a dolgok a Bibliában, amik le vannak írva. Legyen ma az az alkalom, amikor ő beszél a szívedhez, és ha most csak kinyitod a szíved, és lehet, hogy semmit nem hallasz, de hiszel, meg fogod látni, jelek fognak megjönni. Higgyél benne.
Amen. Akkor folytassuk innen Sanyival a történetet, hogy miután elfogadta Istent, és miután megtért, hogy akkor folytasd innen. Nagyon érdekes, nagyon láncolatos a történet. Tehát én akkor vissza, ez az egész úgy bennem háttérbe szorult, és bevonultunk katonának, és a katonaságnál ismerkedtem meg az Oszheimer Ferivel, és tényleg barátok lettünk. Még amikor kimenőre mentünk, akkor világi szinten ez még teljesen világi szint volt, és éltük az életünket, élveztük az életet. És nem gondoltuk, én sem gondoltam azt, hogy Isten tervébe volt ez. Mert azt tudd meg, hogy Isten mindent megkészít, és az ő féltő szeretete, hogy megkeressen bennünket, és úgy rendezi a körülményeket, és az én életemnek a körülményeit is így rendezte, hogy én megismertem a Ferit, és később, és szeretném is ezt itt most egy pár gondolattal tovább mondani, mert éltük az életünket, de leszereltünk. Leszereltünk, és ez olyan augusztus közepén végén lehetett, ezeket 79-ben vonultunk, és 81-ben szereltünk. És hát még ott is akkor emlékszem rá, hogy kerestük az életet, hú, kondizni kell, elmentünk kungfúzni egy csapatba, és hát akkor úgy gondoltam én is, hogy ez mennyi pluszt ad az életembe, és az történt, hogy eltelt 82. március végéig. Mentem a folyosón, sütött a nap, tele voltam örömmel, fiatalságnak a tejébe voltam, az életem tejébe, és megyek a folyosón, a negyedik emeleten, a tőzsde palotában ilyen kör alakú körfolyosok voltak, nem volt körülöttem senki. És megszólított az Úr Jézus. Azt mondta nekem, add végre oda az életedet nekem. Meg is álltam. És mondtam, hogy Uram, Uramnak szólítottam, Uram, majd ha találkozok avval a lányjal. De Úr nem mondott semmit. Mentem tovább a folyosón, egy kanyar, és mentem a lifthez. Biztos ismertek, sokan ismerik a Paternoster liftet, ami folyamatosan megy körbe, és ez a lány ott állt. Be voltam döbbenve. Oda mentem hozzá, és mondtam neki, hogy figyelj, egy kanyarral odém, az Úr megszólított engem, hogy adod az életedet végre nekem. És én azt mondtam, hogy te találkozok veled, és te itt állsz, és én akkor tényleg át akarom adni az életemet. Igazából ekkor kezdődött el. De Istennek minden meg volt tervezve. Ő pontosan tudta, és tudja te is, hogy hol áll az életed, és hogy keres téged. És pontosan a Zsuzsának ott kellett állni, mikor az Úr ezt mondta, hogy add végre oda az életedet nekem. Tudta, hogy mit fog válaszolni? Isten mindent tudó, és szerető, gondviselő Isten, és az az akarata, hogy megismerjük őt, hogy ne vesszünk el, mert van örök élet Jézus Krisztusban. És én erre bátorítalak, ha céltalan az életed, vagy úgy érzed, hogy te önmagadat akarod kifejleszteni. De az Úr azt mondja, én vagyok az élet, és keresd meg azt, aki közeledik hozzám, Isten is közeledik ahhoz. Amen. Hallottátok az üzenetet? És olyan örömteli hallgatni ezeket a történeteket százával, ezrével, millió and billion nagyságrendel, amit az Úr végez. De mi volt az érdekes? Egy hang. Na, nem kell mindig arra gondolni, hogy ez egy nagy emberi hang lesz, hogy ó, Sándor. Egy gondolat, amit csak tudod, hogy nem tőled származik. Egy erős, olyan
ténylegesen megszólaló erős gondolat, ami keresztül mész. De tudod, hogy ez Istennek a szava, és elő van készítve. Na most én arra kérlek benneteket most, hogy legyetek készen most, mert el fog következni, és ezután a podcast után, hogy jelek fognak megjelenni az életetekben. Mert nem véletlenül ez a podcast, mert aztán tényleg nem az én ötletem volt, hogy ilyen podcast-gasz csinálgassam a barátaimmal, meg ismerőseimmel, meg ismeretlenekkel, hanem Isten adta az ő céljából, hogy valamit mondjunk el őróla, mert ő az élet, az igazság, ő az út, és így kezdődik, hogy ő az út. Jézus az út, az igazság, az élet. És itt van az érdekes dolog, hogy most én kérem, nem is kell kérnem, én meg vagyok győződve hitben, hogy készüljetek fel abban, hogy most jelek fognak jönni, és meg fogsz lepődni. És ott leszel megállva, hogy elfogadjam ezt a jelet, hogy Istentől van, vagy... És lehet, hogy egyszer, kétszer, ötször, tízszer, de az Úr nem fárad el. Mi lehet, hogy nagyon sokszor nemet mondunk, de végül is. Meg kell mondanom neked, tudod, hogy mindenki megtért? Ez valami hamis tanítás. Hát kérlek, nagyon egyszerű. Ő elvégzett mindent már több mint 2000 éve a kereszten. Meghalt értünk mindenkiért, és fel is támadt. A nagy kérdés csak, hogy mikor lehet hallani, mikor valaki mondja, mert ezt kért, és ezt parancsolja az igében, hogy hirdessétek az igét, és mit fogsz válaszolni? Hogy fogod elfogadni a szívedben az ő elhívását? Most megint játszok valamit, és azt kérem tőled, hogy ezt a kenetet, ezt fogad be a szívedben, és hitben legyél kész, nem úszod meg, mert nagyon szeret téged, és jeleket fog adni neked, történeteket, sztorikat, valamin, amiből láthatod, hogy keres téged, keres téged. Thank you.
Amen. És most innen folytassuk, hogy ami ezt hallottuk a jeleket, és most hallgassuk tovább a történetet, amit az Úr ad Sanyinak a szívében, mert a történet az olyan, mint egy film a te életed. És arról most már értjük, hogy nem mi keressük az Urat, nem kell vallásosnak lenned, hanem a jelekre, a különböző dolgokra, amik, ez érdekes, gondolatokra, ami, hát ez hogy jött most ide? Ezek mutatják, hogy van valami sokkal több, és valaki kopogtatja a te ajtódat most. Na de, Sanyikám, akkor gyere, és akkor hallgassuk a történeteit. Csodálatosak. És amikor elmondtam a Zsuzsának, hogy igen, itt vagyok, át akarom adni az életemet. Nagyon kedves volt, semmiféle vallásos, semmilyen ilyen hátterem úgymond nem volt. Gyerekkorban persze templomba mentünk, de nekem semmilyen tapasztalatom nem volt ebben a kapcsolatban. És hát az Úr az ő igéjében mutatja meg, hogy kik is vagyunk igazából. Ha belenézünk az igébe, Isten kijelenti, hogy milyen az ember. A megromlott állapotú ember, és az, aki már Istennel kapcsolatba kerül. És hát bizony, akkor még annyira én nem éreztem, hogy bűnös vagyok. És akkor mondta Zsuzsa, hogy ad nekem egy anyagot, ahol le vannak írva a bibliai igék, és hát az, hogy Isten milyen dolgokat hogyan lát, hát a bűnökről. És akkor elolvastam ezeket, hát vastagon eltalált engem, és úgy volt bennem, hogy leírom. És akkor az Úr mutatta, hogy kapcsolatokba, olyan család, házasságtörés, és paráznaság, és hazugságok. Tehát nyakig, ahogy benne voltam a világba, és elkezdte az Úr mutatni ezeken az igéken keresztül. Tehát nem emberek kezdték mondani, hogy neked ez, meg ez van, meg ezt kell csinálnod, és egyszerűen azt értem át, hogy Isten személyesen foglalkozott velem. Az Úr Jézus személyes, ahogy megérintett, ahogy megszólított engem, úgy elkezdett mutatni, látod? Ez is az volt. Látod, ott az életedben az is az volt. És egyszerűen mutatta az Isten nélküli életnek a gonosz, rossz gyümölcseit. És hát képzeljétek el, és képzeld el azt, akkor kezdtem meglátni, hogy hát minden vagyok, csak semmilyen jó. Én nagyon bűnös, nagyon, tudnotok kell, nagyon-nagyon nagy mélységbe jöttem. És én azt mondtam, hogy ezt emberek, ha meghallják, hát én elsüllyedek. És az Úr is azt mondta, hogy ez én vérem, eltöröl mindent, minden bűnt. És én azért jöttem, hogy életünk legyen, életed legyen, és hogy bővölködjél. És ott volt a batyú rajtam, a bűnnek a terhe ott volt rajtam. Mikor láttam ezt a listát, ez egy hatalmas lista volt, hogy mennyire távol voltam, és mennyire mélyen a gonoszságban benne voltam. És eljött az idő, amikor arról beszéltem, hogy akkor megvallom a bűneimet. Mert azt mondja, az Isten így, azt mondja, hogy térjetek meg, és azt mondja, először van a bűnbánat, és amikor megmutatja a bűnöket, a bűnvallás. Tehát nem ilyen gyülekezeti szinten, csak azt mondta, hogy akkor ezt imádkozzunk, és ezt vigyük az Úr elé, hogy én tegyem le a terhemet. És mindig ez volt bennem. Uram, ezt valaki hallja, én most itt elsüllyednék. És azt mondta az Úr, hogy tedd meg. Mondd ki, valld meg, aki megítéli magát, azt mondja Isten igéje, azt Isten már nem ítéli. Ha te megítéled magadban, akkor Isten már nem ítéli meg. És elkezdtünk imádkozni, hát én el kell, hogy mondjam,
Én mint egy csecsemő úgy sírtam, zokogtam. Olyan súlyos bűnök voltak, amiket elmondtam, és mikor ez megtörtént, éreztem, hogy lekerült róla ez a hatalmas teher. És ha te is terheket hordasz, ha nem tudsz felszabadulni, ha szorongásaid vannak, depresszióid vannak, az Úrnál van megoldás. Mert azt mondja, akit a fiú megszabadít, az valóságos szabad. És én ott valósággal szabaddá lettem. A bűneim ellettek törölve, mert Jézus Krisztus ezért halt meg a kereszten, hogy eltörölje a bűnt a mi bűneinkért, az én bűneimért is, mindannyiunknak bűnéért. Mert a Biblia is azt mondja, hogy Jézus Krisztus a világ összes bűnét, bűnéért hajt, az Atya ráhelyezte, gondoljatok be azt a hihetetlen mennyiségű, gonoszságú bűnt ráhelyezte, és ő elhordozta, és a vére váltság volt. Kifizette. Mert azt mondja, az igen, a bűn zsoldja, a halál, Isten kegyelmeltek az örök élet Jézus Krisztus által. Amen. Na, hát itt van valami érdekes. És most hozzátok fordulok, akik ezt a podcast hallgatjátok. Na, lehet, hogy azt mondja, hát, nem olyan bűnös, hát persze loptam egy kicsit, meg hazudtam, meg hát fiatal voltam, a lányok, tudjátok. Én most mondok valamit, és ha tényleg ide figyelsz, és ha megpróbálod, jobb, hogyha egy munkafüzetet viszel, nem egy-két lapot, és egy írós eszközt, egy ceruzát vagy tollat, mert nagy diktálás lesz. Na, miről beszélek? Mondd csak meg az Úrnak, én nem ismerem a bűneimet. Én nem érzem magam bűnösnek, de tényleg, Uram, én szeretnék szabad lenni, szeretnék közösségben, mert aki otthon a bűnben él, azzal nincsen közösség az Úrnak, ezek elválasztanak tőle. Én ezt megértettem, de én a kis tyúk eszemmel elfelejtettem dolgokat. Hát ez az. Ha már kimondtad, hogy Jézus Krisztus az Úr, ezt csak a Szent Szellem által mondhattad. A Szent Szellem ott van, és emlékeztet mindenre. Mindenre. Tehát, hogyha egyszerű szívvel azt mondod, Uram, te mutasd meg, mert ha valaki tudja a bűneimet, akkor te vagy az. Kérlek, mutasd meg, és én hajlandó vagyok, hogy letenni, mert tényleg tényleg veled akarom élni az életemet. Ha ezt megteszed a szívedben őszintén, és kéred Istent, hogy mutassa meg a bűneidet, hát akkor legyél kész. Tudjátok, hogy én egy gyilkos vagyok? Megöltél valakit? Hát igen, lehet így is mondani, hogy valakit, mert talán nem valamit, de ezt azért elmondom nektek. Mikor felmerült bennem ez a kérdés, hogy Uram, mutasd meg a bűneimet, soha nem felejtem, a buszon ültem, nem, álltam. Tudod, hogy kikapcsolás, nem gondol semmire, megy a Ikarusz busz, egyszer csak látom, azt a kis aranyos 3-4 éves Lacikát, ahogy a mezőn szaladgálok, és egy ilyen csodálatos szöcske, jaj, szújj, hát nagyon érdekelt, megmondom őszintén, csak próbáltam én megfogni ezt a szöcskét, hát nem volt, de meglett, nézegettem, azt mondom, mi van, hogyha szépen kitépjük az egyik lábát, és én ezt látom látomásban a buszon. Aztán letettem, és nem voltam nagyon örömteljes, mert szerencsétlen, így körözött.
Nem tud se urálni, se semmit, se szkörülött. Ha megfogtam, hát akkor tépjük ki a másik oldalt is. Letettem, meg sem mozdult. Már nem lehet használni semmire se. Eldobtam. Hát azt az érzést nem kívánom nektek, hogy én meggyilkoltam Istennek a teremtését. Akkor még nem tudom, meddig élt ad magában. Remélem, hogy egy madárka megtalálta gyorsan, vagy bármi, és nem szenvedett túl sokat. De a 3-4 éves Lacika, az ártatlan kis fiú, hát igen. Na én erről beszélek nektek, hogy Isten hogy a Szent Szellem által, hogy lemegy a mélyre, hogy kitisztítja. És tudod, én ilyen csodálatos szabadsággal mondom el, mert a vére által ez fehérebb a hónál, ez nem létezik már, ez megbocsájtott, ez vége. Szabad vagyok. Valaki meghalt azért a bűnért. Legyél kész arra, hogy most megint csak meg fogod tapasztalni, és lehet, hogy nem a buszon ülsz, lehet, hogy csak sétálsz az utcán, vagy lehet, hogy zuhanyzol. Vannak olyan helyek, amikor nagyon jól lehet hallani a Szent Szellem hangját. Meg fogsz lepődni, mert annyira szeret téged, hogy szeretne közösségbe, de a bűnnel nincsen közössége. Tedd le, írd le gyorsan, és amikor csak lehet, vald meg, hanem Jézus Krisztus nevében és vére által. Amen. Sanyikám, csodálatos, egy gyilkossal beszélgetsz, hála, aki már nem gyilkos. Szabad vagyok teljesen. Én adok egy-két hangzást itt a zongorán, csak azért, hogy akik hallgatják ezt a beszélgetést, gondolkozzatok el azon, amit mondtam. És ne szégyeljétek, amikor megmutatja, mert ez a legcsodálatosabb. Még valamit mondok. Én is a Zsuzsának mutattam meg 12 oldalon a bűneimet. Soha nem felejtem el. Nézte. Mondta, hogy én azért nézem meg, mert lehet, hogy 20-szor loptál, de mi csak egyszer fogunk imádkozni a lopással kapcsolatban. És így nézd, és nézzetek a szememet, én leszek a Zsuzsa. Tizenkét oldalon keresztül nézte, és azt mondja, ki vagy te, Laci? Na, ez volt az a pillanat, amikor elsüllyedtem ott a szégyenbe, teljességgel. Ki vagy te? Ki vagy te, hogy Isten szelleme lediktálja az életedet, hogy ennyire szeret téged, hogy ennyire az ő vére által meg akar tisztítani téged? Ki vagy te? Mi, akik már keresztények vagyunk, imádkozunk naponta egy-két dolgot mutasson meg, hogy még közelebb lehessünk, de ki vagy te, hogy 12 oldalon lediktálja a bűneidet? Hú, teljesen átváltozott bennem, és rögtön, hát 5-6 órát eltöltöttem a bűnvallással, de utána mint egy 10 kg kő, halleluja, elhagyott. Ezt éreztem a lelkemből. Ez nem vallás. Ne legyél vallásos. Én mindig azt hirdettem az egész életemben, hogy én vallásos nem vagyok. És soha ne is legyél, hanem élj Krisztussal, Jézus Krisztussal és a Szent Szellemnek vezetésével.
Amen. Akkor folytassuk a sztorit. Amiről beszélgetünk, az a legcsodálatosabb dolog, mert szabadok vagyunk Krisztusban. És ott szabadon lettem én is, a csomag lekerült, a batyú, a teher rólam, és bizony olyan csodálatos szeretettel jött az Úr, és ahogy megértettem, megláttam, és akkor körülnéztem a szobámból, albérletben laktam, tele volt mezítelen hölgynői képfotókkal, és olyan könyveim voltak. És akkor azt mondtam, hogy ezt mind kidobtam. Nem vittem az antikváriumba. Kitakarítottam teljesen mindent a múltamból, olyan dolgokat, ami úgy láttam, hogy nem kedves Istennek. És hát elmaradtam a Feriéktől. Ők még akkor jártak edzésre, és nagyon nagy örömöm lett, hogy szabaddá lettem, Jézus Krisztus él, ő az én szabadítom, van örök élet, nem értelmetlen az életem, nem az lesz, hogy meghalok aztán semmi, hanem az Úrhoz fogok menni, és örökké vele leszek. Jézus azt mondja, hogy aki én bennem hisz, ha meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Ennyire tudatosan nem voltak akkor még ezek az igék, de akkor olvastam, ez az életemet teljesen betöltötte, és az első szeretet az csodálatos volt. És ezt is csörög a telefon. Hát az elit így az éjszakában, hogy esténként el szoktunk indulni, és hát Feri hívott, hogy figyelj, jössz, hát mert este mennénk egy kicsit, kis körjáratra, éjszakai csatangolásra. Mondtam, nem megyek. Hát mi az, hogy nem jössz? Mi van? Mi történt? Tudod, megtértem. Megtértem Jézus Krisztushoz, és az az élet, az kell már nekem nem kell a világ. És akkor utána megdöbbent a Feri, akkor megint találkoztunk, mondta, hogy persze, mondom, találkozunk, és akkor elmondtam, hogy mi történt velem, és elmondtam, hogy a Zsuzsán keresztül történt, hogy én valóságban átadhattam az életemet az Úrnak, és az ő szívébe is. Beszéltem az igének a felszabadításáról, az Úr, hogy szabaddá tette a szívemet, hogy más az életem, van célja az életemnek, és igen, van jövőképem, igazi jövőképem, egy örökkévalóság Jézus Krisztussal. És benne is úgy elindultak ezek a gondolatok, és ahogy beszélgettünk, mondtam, hogy elhívom a Zsuzsát, és akkor beszélgessünk így közösen. És akkor egy rövid időszakra rendszeresen találkoztunk vele, és sok mindent elmondott az ő életéből is, bizonyságokat, és az engem nagyon megdöbbentett, hogy illetve azt szeretném még elmondani, hogy azt mondja Isten ige, aki hisz, és megkeresztelkedik, bemerítkezik. Itt nem a homlokra öntésről van szó, hogy a homlokra a vizet öntenek, hanem mindenkinek tisztelve tartom az ő hitüket, az ő dolguk, de én az Isten igéhez ragaszkodom. Jézus Krisztus a Jordánba János bemerítette, és akkor az Isten szelleme leszállt rá, és azt, ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm, és vágyakoztunk, hogy ez ahogy a mester példát adott, azt mondja, így illik nekünk minden igazságot betölteni, nem egy kényszer, hanem így illik, hogy be kell törtenünk ezt az igazságot, hogy be kell merítkezni a régi életünk halálba, a bemerítés által halálba kerül, és egy új életben, amikor kijövünk, egy új életben járhatunk. És valóban így van, az óemberem, a régi életem ott zárult le. És Szentendrén egy testvér, a Kerekes Szabolcs volt, aki bemelített bennünket, és a Dunán, Szentendrével szemben, így a másik oldalon, este fele volt, kicsit alkonyodott, gyönyörű volt, és hát én is, de Feri is elmondta, hogy így föltől így pár méterre fölfele lebegtünk és jártunk, mert teljesen
új életbe, azt mondja, mikor eltemettetünk, azt mondja az Isten igéje. Nem vallás, ez egy valóság. A keresztség által, a bemerítés által eltemettetünk, és azt mondja, hogy Krisztus halálával egyé legyünk, hogy a feltámadásával is egyé lehessünk. És átéltük, hogy egy új életünk van. Azt mondja a Biblia, ki nem születik víztől és az Istennek a szellemétől, az nem látja meg az én mennyi atyám országát. Megint mondom, ez nem vallás, ez a valóság. Vagy Krisztus az élet, vagy nélküle nem élet, mert ő az élet. De ő nem kényszerít, ő azt mondja, aki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát, és úgy kövesse nekem. Nem kell. Aki én utánam akar jönni. És hazamentünk, és vágyakoztunk, és a Zsuzsa bizonyságot tett arról, hogy betöltötte a Szentlélek, ahogy pünkösd napján a tanítványokat, és egy új nyelven kezdett beszélni. És mondtuk, hogy halljuk, szeretnénk hallani. Hát olyan gyönyörű nyelven, érthető, tehát a mai világban egy nyelven beszélt, és volt egy váratlan meglepetése, megjelent a régi barátja, évek múlva kiment külföldre, Belgiumba, és megjelent. Hú, hello, szia, mi van? Mondta, ne figyelj, én már nem az vagyok, én az Úré vagyok. Az a múltunk volt, nekem egy Krisztusban, egy új életem van, és vele szabadságban, örömben élek, és tisztaságban, szentségben élek. Meg volt rökönyödve ez a fiú, hát legalább beszél, persze, menjünk ki a Margit-szigetre. És kiment a Margit-szigetre, és elmondta ezt a bizonyságot, az Úr betöltötte, és bizonyságul, hogy nyelveken szól, hogy Isten valóban kitöltötte. Szentlélek az, aki bizonyságot tesz, ahogy ott pünkös napján, amikor szólunk nyelveken azt, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, elment a mennybe, és azt, hogy elküldi a Szent Lelket, és elküldte. És az most jelen van a Szent Szellem ebben a világban. És képzeljétek el, elmondta, hogy azt mondja, hallani akarod? Persze, mondja csak, és ott sétáltak a Margit szigeten. Azt mondja, de hogy azon a nyelven beszélsz, amin én beszélek? Miért? Azt mondja, hát te anyanyelvi szinten, provansza nyelven beszélsz, és hát miről beszélek, kérdezte Zsuzsa. Arról beszéltél, hogy amikor majd a mennybe megkészít Isten a te utadat, és ilyeneket mondott, hogy te szerelmed borával, Uram, itass meg engem. Milyen csodálatos. És annyira Zsuzsa is úgy indította a Szent Szellem, hogy akkor akarod, hogy tovább? Igen, igen. Egyszer csak azt látja, hogy a fiú kékül lilul az arca. És képzeljétek el, a bűneit mondta, és hívta az Úr megtérésre. Nem tudom, mi lett a történet, az ige azt mondja, más a vető, más az arató, de ez egy nagy-nagy bizonyság, hogy téged is lehet, hogy így keres. Keres Isten, és már elmentél addig a pontig, mikor úgy érzed, hogy hova tovább? Nála van a megoldás. És ha megnyitod a szíved, ha közeledsz Istenhez, azt mondja az ige, hogy aki Istenhez közeledik, ahhoz Isten is közeledik. Aki közeledik Istenhez, az Isten is közeledik. Amen. Na most mondok valamit, vagy emlékszel rá, Sanyi, vagy nem. De ha már beszélgettünk a Szent Szellem keresztségéről, soha nem felejtem el. Miután megtértem ott abba a kis csoportban, és átadtam az életemet, és mint ahogy beszélgettünk a bűnvallásról, és én is a Dunába keresztelkedtem, és Feri volt, aki bemerített, és te is ott voltál. De később feljött, hogy az Úr nem csak vízzel keresztel, hanem a Szent Szellemmel is. Na hát én most akkor annyira, hú, akkor gyerünk neki, és soha nem felejtem el. Ott voltál, Sanyikám, Feri, azt hiszem Zsuzsa, mert Évi, az én barátnőm is akkor oda járt, Évi, Éva, és Éva. Elkezdte
elkezdtetek imádkozni nyelveken, tudod? És értem is, hogy nyelveken. És az Úr hát mondja, hogy ő megkeresztel minket az ő Szent Szellemével. Én hittem benne, az egész társulat hitt benne, Isten szeret engem, és beszéltünk, és minden, és vártam. És nem történt semmi. Na, ez a legjobb pillanat, amikor, hát, hogy mondjam, valakiken... Na, neki nincsenek ilyenei, tudod, ez nem egy mesefigura, annál ő sokkal érdekesebb. Hát persze gondolatok jöttek volna, de valahogy a Szent Szellem azt mondta, hogy ez én szellemem, és megvan az ideje, amikor meg fogod kapni ezt. És akkor egy napon Sanyi, te meghívtál engem egy 92 éves öreg nénikéhez, soha nem fogom elfelejteni. Vak néni volt. 92 éves, én ezt nem fogom elfelejteni, ami ott volt. És akkor ott volt Sanyi, velem szemben ült, a mama is ott volt, és mindig csodálatosan beszélt Istennek a csodálatos útjairól, és hát persze, mivel hát nem látott, ha valamit akartunk volna mondani, hát azért nem akartunk udvariatlanul beleszólni, vagy közbevágni, de egyszer csak, mi ez, olyan forróság van bennem, most mi ez? És akkor Sanyi nézett rám, Irénke néni, a Lacit most tölti be a Szent Szellem. Ezt mondtad. És utána én elkezdtem nyelveken beszélni, órákig ott. Nem le se lehetett lőni. Senki nem tette a kezét rá, senki nem imádkozott és fohászkodott, és hát nem ez volt, hanem rögtön áradt a Szent Szellem. Tudod, szóval itt Hongkongban most nagyon óvatosan beszélek, mert nem akarom káromoztatni a Szent Szellem, de igen, lehet tütütő a kezdetben, de ha te még 10 éven keresztül is ezt a tütütőt használod, akkor én meg szoktam kérdezni, te mióta van ez a Szent Szellem keresztjével, a tütütővel? És akkor, hát már megkaptam 8-10 évvel ezelőtt. Hát óriás baba vagy akkor most, hát akkor most imádkozzunk, hogy egy kicsit fejlődjön, és aztán egy nap három kínai kopogtatott az irodám ajtaján, hát én ott el voltam foglalva az irodai dolgokkal, semmit nem beszéltünk meg, hát ilyen nincsen, hogy egy pasztorhoz hivatalul három kínai beállít. Szervusz! Azért jöttünk, hogy bemerítkezzünk a Szent Szellembe, imádkozz értünk. Na most képzeljétek el, hát ott vagyok az irodában, és három leányzó megérkezik ebben, hogy hát akkor imádkozzak a Szent Szellem. Hát mit tudtam mondani? Azt hát persze! És akkor mondom, akkor talán egyesével gyertek be. És akkor kiment a másik, az előszobába az első bejött, három percben nem kellett. Csodálatos nyelveken elkezdett beszélni, és akkor amen, bye-bye, második, három perc, bye-bye, harmadik, három perc, mindig teljesen más nyelven. Elmentek, én meg így, most ez mi volt? És az Úr azt mondta, az ő hitük, nem a te erőd, az most right now, most ebben a pillanatban az erő velem van. Hittek, akarták, és megkapták. Most hozzád fordulok. Lehet, hogy testvérem, te még nem beszélsz nyelveken. Ez nem valami szuper, ez az alap. Még Jézus is azt, nem Paul, halló, Jézus, Márk evangéliuma,
16. fejezet 17. versében ördögöket üznek, nyelveken szólnak. Ez nem James, vagy Jakab, nem Paul, vagy Pál apostol, hanem Jézus Krisztus mondja. Igen, aki hisz, azokat ezek a jelek követik. Most van egy jó hírem. Hát nem úszod meg, mert annyira szeret Isten téged, hogyha most a hited eljutott arra, hogy én akarom, hogy a Szent Szellem betöltsön engem, és nyitott a szíved, bármelyik pillanatban megtörténhet. Jézus Krisztus nevében mondom ezt. Amen. Ja, szóval annyi csodálatos, hogy mondjam, hír van. Most egy kicsit azt kérném tőled, Sanyikám, hogy hát hogyan találkoztál a feleségeddel? Valamit a családról egy kicsit. Az csodálatos, hogy neked van 4 gyermeked, és beszélj kicsit, ugye? Igen, 4 gyermekem és 5 unokánk van. Hát ez is, tehát annyira megtapasztaltam, hogy az Úr szólt az életembe. Amikor megtértem, 2 éves hívő voltam, az egyik testvér mondta, hogy van egy kis házi csoport, és nagyon-nagyon odaszán, nagyon kedves testvérek, és az Isten szelleme csodálatosan működik. És akkor én kapcsolódtam ehhez a kis házi csoporthoz, és egyik alkalom mondták, hogy megyünk egy ilyen ima éjszakára, hogy ott egész éjszaka imádkozni fogunk. Hát a két-három éves hívő voltam. És megbeszéltük, hogy hol találkozunk, ez Zuglóba, és megjelent egy kocsival, egy kis trabanttal, egy nagyon szép kis lány, aztán jött egy másik, és mikor először látta, így a lámpa alatt este volt, kivette a gitárt a kocsiból, és áttette a másikba, amivel mentünk be, nem érdele, nem egy másik településre mentünk, és így azt mondja, akkor bemutatom a testvérnőt, és én kezet fogtam vele, és az Úr azt mondta, hogy ő lesz a feleséged. Így rögtön szólt hozzám, ő lesz a feleséged. Ránéztem, Uram, rendben van. Nagyon-nagyon szép, most is nagyon kedves, nagyon szép, de a fiatalon nagyon-nagyon gyönyörű volt az én kis feleségem. És hát bizony, majdnem egy évig úgy voltunk egy közösségbe, hogy hát mi nem beszéltünk semmit. Nem biztos, hogy én nem mondtam semmit. Ő látta az én életemet, én is láttam, hogy egy nagyon komoly hívő lány, és itt Érden, ahol lakunk, vettek a szülei egy házat, és hát gyönyörű, ilyen paradicsomi szintű kertje volt, gyönyörű volt, és hát láttam, hogy ő keze ilyen sárga, azt mondja, permetezett. Mondom, tudod, mit mondom, én elmegyek, most segítek neked. És megbeszéltük, hogy melyik szombaton fogok kimenni, és segítek neki ott a kerti munkában, hogy hát ne egyedül végezze. És de én tudtam, hogy ő lesz a feleségem. Szóval ez döbbenetes, de nem ez járt állandóan az eszembe, de ő is imádkozott, hogy hát szimpatikus voltam neki, meg úgy érezte, hogy nagyon ez a fiú kedves, és imádkozott, és az Úr azt mondta, hogy ez az a férfi, akit az Úrtól kértél, az igébe Sámuel név van, és akkor azt mondta, hogy hát hogyha tényleg ez az a fiú, kitett egy gyapjút az úr kezébe, azt mondta, hogy ha ez a fiútól van, akkor az el fog jönni azon a napon, amikor megígérte. Mi éppen Pest környékén, egy kisebb településen, Sziget-Szent Miklóson, itt rendezgettünk egy testvérnőnek a házába, és mondták, hogy
hogy hova megyünk majd a következő alkalommal, szombaton festeni megyünk. És képzeld, de csörög a telefon, Marika. Azt mondja, hogy hát szeretném kérdezni, hogy akkor jössz-e. Á, nem tudok menni, mert festeni kell mennem a X testvérrel. Jó, igen, rendben letette a telefont. És ahogy letette a telefont, az úr azt mondta, nem, hívja csak vissza, neked oda kell menni, mert te megígérted, neked oda kell menni, segíteni neki. Fogtam a telefont, telefonáltam, visszahívtam, és mondtam neki, hogy az úr szólt hozzám, hogy nekem oda kell menni, és igaza van menni, megígértem, úgyhogy menni fogok. És ki is mentünk, azon a szombaton egy testvérnő jött ki, a Marikával, meg a mostoha papája. És én a mostoha papával aludtam az egyik szobába, a két lányzom, meg a másik szobába. És ahogy esteledett, vacsoráztunk, megint szólt hozzám az úr. Most kérd meg a kezét. Hát mondtam, uram, mert én kész vagyok. Kész vagyok. És abba mondtam neki, szeretnék veled beszélni. Nagyon izgalmas, láttam a lányokat, nagyon, nagyon mosolyogtak minden. És akkor én elmondtam neki, hogy az úr megmutatta, az első pillanatban azt mondta, hogy te leszel a feleségem, és az úr azt mondta, hogy ma kérjem meg a kezedet, és én most az úr előtt, az úr szélet megkérem a te kezedet. És igent mondott a Marika. 7-én megkértem a kezét, 17-én eljegyeztem, és következő 27-én, ezt nem mi találtuk ki a dátumokat, 27-én feleségül vettem. Tehát majdnem másfél-két hónapra feleségül vettem, úgyhogy egy percet se jártunk, nem ismerkedtünk, hanem annyira természetes volt, hogy ő az én másik velem. És ez csodálatos volt. És az úr megerősítette, képzeld el, az ő részéről is. A házasságunk előtt 5 éve nyakig a világban voltam. Az egyik, az a testvérnő, aki kijött vele, a Margit, azt álmodta, hogy a Marika férhez ment, egy baron bajszos férfi volt a férje, és egy zöld ablakú vidéki házban laktak. És képzeld el, az érligeti házával kimentem segíteni, mert minden ablak a zöld volt, még a kerítése is. És a Margit mondta, amikor a közösségben, na itt van a bajszos férfi, még a legelején. Á, Marika, jó, Margit, persze, csak beszélsz. És megjelent, megjött már a bajszos férfi. Már Marika el is felejtette szinte. És Isten bizonyságot tett, hogy még a hitetlen világban voltam, de megmutatott engem, hogy ő volt az én feleségem, és abban a házban laktunk, aminek zöld ablakai voltak. Az Úr mindenre gondja volt az Úrnak. Tehát megpecsételte az én feleségemet, Isten kirendelte számomra. Azt mondta, ő lesz. És ezt szeretném itt elmondani, hogy olyan áldás van az életünkön, a gyerekeink hívők komolyan szeretik az Urat gyerekkorukban, látomásokat, álmokat láttak a gyerekeink. Álmokat, látomásokat. És az Úr közel, mondták, mikor picike volt, az Úr Jézus közel. Tehát Isten használta őket, és nagyon nagy áldás, és a mindegyik gyerekem egy misszióban voltak, egy missziósok, Máté szívében is ott van a tűz, hogy erővel, hatalommal hirdetni az Isten igéjét, és azt mondja, hit hallásból van. Ez nem erőszak, de hirdetni kell, mert a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tehát fontos, mert Istennek az az a kerete, minden ember üdvözlődjön. El is az üdvözlődjön. Nagyon szépen köszönöm az Úrnak ezt a csodálatos alkalmat veled, és hiszem, hogy nem az utolsó beszélgetésünk volt, mert meg fogok keresni később, és csodálatos hallgatni ezeket a tanúvallomásokat, és hiszem, hogy akik most itt vannak velünk, és hallgatják ma,
vagy valaki egy héttel később, vagy egy évvel később, vagy 10 évvel később. Az ige az, annak nincsen ideje, időtlen, és mindig, ne felejtsd el, ha egy ilyen alkalmad van, nem véletlenül van. Ez neked szól mai nap. Köszönöm szépen, Sanyi. Nagyon köszönöm. Köszönöm a lehetőséget, és nagy áldás volt így veled együtt most így az Úr előtt lenni.